Köszöntöm kedves nézőinket! Televíziónk a kultúra és a művészet mellett az oktatást is támogatja Törökszent Miklóson. Éppen ezért a 24. Szolnoki Zenei Fesztivál keretein belül készülő műsorokkal kapcsolatban indítottunk nyereményjátékot, és a zeneiskolát szeretnénk egy kicsit támogatni, illetve azokat a tanulókat, akik jól végezték ezt a tanévet, nekik szeretnénk 16 darab jegyet felajánlani a 24. Szolnoki Zenei Fesztivál Liszt Ferenc Kamara Zenekar május 24-én megtartandó koncertjére. Igazgató úr, sok szeretettel szeretném átadni ezeket a tiszteletjegyeket, és bízom benne, hogy a tanulók élményekben gazdagon fogják ezt a koncertet átélni, és abban is bízom, hogy beszámolnak arról, hogy érezték ott magukat. Nagyon köszönjük ezt a támogatást. Alkalmasint egy-egy növendékünk, illetve a kollégák részt szoktak venni ezen a rendezvényen, de így bővebb, nagyobb lehetőség lesz arra, hogy a szorgalmas növendékeink elmenjenek, és biztosan gazdag élményekkel fognak távozni. Köszönjük még egyszer a lehetőséget. Köszönjük, és jó szórakozást hozzá. Köszönjük szépen. A hagyományokhoz híven idén is megrendezte a Galambos Parkban az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Törökszentmiklósi önkormányzattal karöltve a városi majálist. Az idei évben is többségében törökszentmiklósi kulturális csoportok részvételével zajlott az esemény, melyhez csatlakoztak a helyi egyesületek és civil szervezetek is. Markó Imre polgármester elmondta, hogy az ilyen alkalmak remek lehetőséget biztosítanak a résztvevő egyesületeknek, hogy megmutathassák magukat. A közösség szempontjából a legjobb gyakorlatilag a városi rendezvények, legyen az akár május 1-e, akár a gyereknap, akár az augusztus 20-a, Szent Miklós napok, az tulajdonképpen mindig az ott élő, a településen élő emberek összetartozása, együvé tartozása szempontjából fontos, hogy megrendezzük. Gyakorlatilag a mai napra szervezett programok többségében törökszentmiklósi fellépőkkel van kitalálva és megoldva. Ez is a saját magunknak, az itt élő embereknek a bemutatkozásának a elősegítése. Én is nemrég érkeztem egyébként, és most körbejárok a területen, igyekszek mindenkivel beszélni, néhány szót meg megnézni, hogy gyakorlatilag mely egyesületek jöttek ki. Igazából minden törökszentmiklósinak és minden látogatónak a mai napra nagyon jó szórakozást kívánok. Az egyesületek számát gyarapította a Cserhaj biztos kezdett gyerekház is, melynek tagjai egy csapatépítő bográcsolást tartottak. Közösségi csapatépítő jelleggel indultunk, igazából még most áll össze a csapatunk, tehát mindenki még ugye az elején, egy-két-három hónapja vagyunk, és így szeretnénk építeni a közösségünket, a kis csapatunkat. És mivel készültetek itt a mai napra? Hát mi egy fantázia nevet adtunk ennek a pörköltnek, minden bele című nevet kapta. Tettünk bele egy csülköt, körmöt, illetve sertéscombot. Hagyományos módszerrel készült. Megdínszteltem a hagymát, illetve alá pörköltem egy kis füstölt szalonnát. Aztán kifehérítettem, megpörköltem a húst, kifehéredésig hagytuk, hogy engedje meg a levét. Aztán jöttek a fűszerek, a fűszerpaprika, a bors, illetve a chili paprika, mert mi szeretjük egy kicsit csípősen. És hogy érzitek itt ma magatokat? Én nagyon jól érzem magam, hiszem, hogy azért vagyunk itt, hogy tényleg építsük a csapatot. Tehát, hogy megismerjük egymást, illetve a családját. Idén is népszerű volt az Apáról fiúra népművészeti és kézműves egyesület játékszigete. Mi a játékszigetet hoztuk a majálisra a gyerekeknek, mert azt gondoljuk, hogy játszani jó, és nem csak a gyerekek, hanem nyilván, hogy a háta mögött majd látszik, a felnőttek is nagyon jót játszanak. Nagyon szeretik a városkirakókat, amit tavaly évben készítettünk el, különböző fokozatokban is vannak, és most például van egy olyan anyapáros, aki a legnehezebbet próbálja kirakni. De ezen kívül hoztunk újabb játékokat, hoztunk ugrálóköteleket, similabdákat, meg hoztuk a jól bevált játékainkat is, a csúszkát, aztán a mankalát, a bikadobót, gólyalábakat. A fiatalabb generáció is szívesen vesz részt az ehhez hasonló programokon. Kivel érkeztél ma ide? A legjobb barátnőmmel, és még pár táncos lánya a fiúval. Hogy veszitek ki a részeteket ebből a rendezvényből? Hát igazából mi most csak nézőnek jöttünk, bár páran fel is léptek néptánccal, illetve balettal. És hogy érzed ma itt magad? Szeretem az ilyen programokat, mert sok mindenkivel lehet találkozni, illetve most az idő is jó. És még azért jó, mert a családok és a barátok összejönnek, és jól érezhetik magukat.
Hát maga a versenyszáma az kialakult, ez igazából ahogyan a gyerekek és a dobónénik igényelték, ahhoz alakítottuk, tehát amit egy óvodás is meg tud csinálni, és jó kedvel tudja megcsinálni, ezen múlott. Még az első időszakban birkozó szőnyeget hoztunk ki így a szabadba, aztán rájöttünk, hogy jobb lesz ez itt a birkozó szőnyegtől mentesen, szépen a füvön, hiszen van birkozó szőnyeges játékunk, a Mikulás kupa, azt viszont télen csináljuk, és azt már bent a termünkben. Úgyhogy amit itt a zöld fű enged meg játékot, azokat csináljuk, azokat a mozgásokat csináljuk a gyerekekkel. De hát én úgy látom, aki végignézte, az azt látta, hogy szeretik a gyerekek. Amikor elkezdődött az Óvi Olimpia az első alkalommal, milyen céllal jött létre? Úgy mondanám, hogy egy véletlen hozta össze ezt a dolgot, hiszen itt az obordások, mikor már jön a jó idő, május, április vége, jön kisüt a nap, akkor vágyakozok a szabadba, ugye itt a nagy térbe. Egy obordás csoport éppen a akkori Hámánkató, most Herman Ottó út, vagy százszor szép oborda, hogyan mondjam, akkor azóta sok minden változott. Akkor voltak itt kint a sportfeleten, és ismertem az obornéniket, beszélgetünk, közben bekéreckedtek a WC-re, a mosdóba a gyerekek, beengedtük, és egyre fogytak a gyerekek, azt vettük észre, hogy egyszer csak alig van odakint gyerek, bemegyünk, hát a terembe elkezdtek játszani. Mi akkor építettük, ez 2000, mennyi is van most? 12, viszont az Óvi Olimpiák és a többi játékok később kezdődtek, ez 2002-re dátumozható, amikor először jöttek rendszeres sportfoglalkozásra. Terveztük már, mert akkor épült fel a csarnokunk, akkor ebbe a formájába átépítettük, hogy a délelőtti órákba tegyünk be valami tartalmas dolgot, ami értelmes lesz, és szívesen csinálják meg mások is, a gyerekek szívesen jönnek, és akkor ez, vagy illetve gondoltunk nyugdíjasokra is, és a véletlen hozta, hogy a gyerekek bejöttek, láttuk, hogy ez jó, megbeszéltük az obonénékkel, obodásokkal, obodavezetőkkel, hogy van egy ilyen lehetőség, és innen indult el az egész. Ezt követte, majd, hogy legyen egy tartalmasabb része, adtunk neki egy nevet, hogy mozog, kocog, hiszen a transzparensen is rajta van, Óvi Olimpia, meg óvodás torna. És ezt ugye magát a tornát követte ez a két játék, amit nyáron az Óvi Olimpiának neveztünk el, télen meg a Mikulás kupának, és ez így alakult folyamatában. Hát most már azt mondom, hogy 10 éve szinte ugyanezek a versenyszámok, ugyanezeket csináljuk, igazából csak a gyerekek, az arcok változnak, a versenyszámok maradnak. Úgy gondolom, hogy a gyerekek szívesen, azt látom, hogy szívesen jönnek. Én is azt látom, hogy szívesen itt vannak. Amit sajnálatos módon észre kell venni, hogy egyre gyengébbek a gyerkőceink. Tehát egyre jobban oda kell figyelni egyes kis játéknál. Például a talicska, ami alapvetően az én koromban ez nem okozhatott gondot, ma annyira figyelni kell, hogy meg ne roppanjon a gerince, vagy nehogy rátolja a másikat, mert nem bírja magát 8 méteren keresztül megtartani. A legelső csoportok azok annyira erősek voltak, hogy pillanatok alatt megcsinálták ezeket az versenyszámokat. Most el lehet mondani, hogy az álló képességünk bizony nagyon gyenge, a fizikai állapotunk meg nagyon rossz. Úgy lehetne mondani, hogy gyönyörű, szépek vagyunk, jártányi erőnk van, ezt viccesen így szoktam mondani. Ezért mondom mindig azt, hogy a szülő keresse a lehetőséget, hiszen itt Törökszent Miklóson is számtalan olyan egyesület van, ahová most már lehet óvodásokat vinni. Mi mondjuk élen járunk, mert nálunk már nagyon régen, tehát 20 éve foglalkozom óvodásokkal, ugye ebből 12 éve már óvodás tornával, úgyhogy elég sok tapasztalatot begyűjtöttem, és azt láttam, hogy a gyerekek bizony-bizony egyre gyengébbek. Tehát ahhoz, hogyha a jövő nemzedékét szeretnénk bennük látni, hiszen ők jelentik számunkra azt, akkor jó felelősségünk és kötelességünk gondoskodni arról, hogy az erőlétük, a fizikai állapotok is bizony megfelelő legyen. A felkészülés az itt az edzőteremben történik, hiszen 2 heti rendszerességgel járnak. Az előbb lehet nem mondtam, hogy ebből kialakult egy rendszeres edzőterembe járás, ahol nagy térben, nagy mozgásokkal, tehát sok mindent lehet csinálni, hiszen óvodában azért szűkebb térben tudnak mozogni a gyerekek. Itt az edzőteremben 2 heti rendszerességgel tud jönni a jelenleg most már újra 7 óvoda, tavaly még 6 óvoda volt, de a református óvoda újra vissza talált hozzánk, így mondom, és most már újra 7-en vagyunk. A városból 2 óvoda van, aki nem vesz igénybe ezt a lehetőséget, úgyhogy itt tudnak felkészülni. És ezek a kis felkészülések, tehát itt a pókjárástól, a térdenfutástól, a labdafúvástól kezdve sok mindent gyakorlunk, ez adja szinte a munkának az értelmét, hogy itt vannak a teremben, erre gyakorolgatnak. Ezekkel a kis utánzó feladatokkal, mozgásokkal. Én nagyon meg szeretném köszönni, ugye elsősorban a város önkormányzatának, mert ők kezdettől fogva mellé álltak ennek a dolognak, és nem csak úgy, hogy bennünket támogatnak, hanem magát ezt a kis versenyt is megtámogatják minden évben. A kis érmek, jutalmak, amik kikerülnek, serlegek, azt az önkormányzat biztosítja. Illetve
ebben az évben, aminek nagyon külön örültem, hogy a Klassz Hungária Kft. Nagyon szépen adományozta az iparűzési adó 1%-át, és én már akkor ott elgondoltam, hogy azt a pénzt mire fordítjuk, annál is inkább, mert a legnagyobb összeget a birkozók kapták meg. De én úgy gondolom, hogy ezt most úgy forgatjuk vissza, hogy az óvodásoknak mi továbbadjuk. Tehát nem egyértelműen közvetlen a birkozásra, hanem már így közvetve, mert hiszen itt is van a birkozó palánták, vagy rejtettem már, lehet itt vannak közöttük, átadjuk, és ebből tudjuk biztosítani az óvodáknak azt a 2x3, illetve egy tanévben 6 alkalmas ideutazást az edzőterembe, ide a sportpályára, amiből kifizetik az utazási költséget. És ez nem terheli ilyen szempontból a szülőt, a gyerekek pedig tudnak jönni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ők azok, akiknek most ezt külön is meg kell, hogy köszönjem, tehát a Klassz Hungária Kft. Nagyon jó, hogy ilyen adományt. Valóban úgy van, ahogy a szolgálnyuk is szólt, hogy egy jó új támogatása. Mit kell tudni a birkózokról, hogyan állnak Török-Szent Miklóson? Hát köszönjük szépen, eredményesek vagyunk. Országos, ha ugye mindig azt mondják, hanyadik hely, meg hol vagytok, tehát az országos rangsorban pillanatnyilag a 22. helyen vagyunk. Ez nagyon szép eredmény, több mint 100 egyesület van, tehát ez egy nagyon szép hely a rangsor szerint. Ez az eredmény listából alakul ki, tehát vannak nekünk is diákolimpia bajnokaink, magyar bajnokaink, vannak olyan tagjaink, akik részt vesznek különböző válogatott programokba, tehát ügyes kis birkozó palántáink vannak. Én gondolom, ezt most is látszódott, hogy ügyes kis srácok vannak és lányok itt, akik ezt a sportágat űzik, és tehát mi így tevékenykedünk itt. A 2016 évi Ovi Olimpia 7. helyezett csapata a Napfény óvoda volt 66 ponttal. 6. helyen végzett az Aranykapu óvoda 75 ponttal, az 5. helyen 78 ponttal a Tulipánkert óvoda végzett, 4. helyen 85 pontot gyűjtött a Bethlen Gábor Református Általános Iskola óvodája. 3. helyen végzett 86 ponttal a Szent Kristóf óvoda. 2. helyen a Százszor Szép óvoda óvisai végeztek, míg az 1. helyen 105 ponttal a Nyitnikék óvoda csapata végzett. Eljött ez a pillanat is. A Boldog Diákérvekért Alapítványnak 20. születésnapját ünnepeljük. Ez alkalomból köszöntöm szeretettel vendégeinket, akik elfogadták alapítványi bálunkra a meghívást, és jelenlétükkel megtisztelnek a főtisztelendő atyákat, polgármester urat, az önkormányzati képviselőket, intézményünk vezetőit, és minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, és az egész est folyamán, és hát tartson reggelig, nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Hagyományainkhoz híven ezt a bált is műsorral kezdjük, mégpedig tanítványaink műsorával, és először fogadják szeretettel a 6. osztály, 6. A osztály tanulóit, akik már több alkalommal bizonyították azt, hogy szívesen vállalkoznak táncos produkcióra. Eddig láthattuk őket fekete-fehérben, pomponnal, hip-hop zenére, sőt még kandrit is táncoltak. Ma egy nagyon érdekes összeállítással lepnek meg bennünket, színes szalagokkal varázsolják el önöket, remélem, hogy elvarázsolják önöket. A táncot betanította Ökrös Lajos. Bye.
akusztikus gitár fesztivál, és nagy örömemre szolgál, hogy itt igazából tanyát tudtunk verni Törökszentmiklóson is, úgy 10 év után. Szeretném elmondani, hogy mi lesz a program a ma este folyamán. Nagyon színes, nagyon izgalmasnak ígérkezik, és sajnos rám hárult az a rendkívül kellemetlen feladat, hogy speakernek kell, hogy legyek, és egyre kevésbé szeretem, de hát most ez van. Viszont szívesen megteszem Törökszentmiklósért, mert hogy mindenki tudja, hogy még mindig itt lakik a szívemben, és remélem, hogy én is itt lakom Törökszentmiklós szívében még. Nos, a programot úgy állítottuk össze, hogy itt szerepeljen mindenki, akit gitárilag Törökszentmiklóson fontos. És nekem már régi tervem volt, hogy a Stellipeti Szombati Zoli duóját is fölléptessük, tehát ők fognak kezdeni. Utána hagyományosan én következem, hogy minél hamarabb túl legyek, hogy készülhessek a konferenc feladatra. Utána be fogok mutatni Ausztriából egy nagyon izgalmas gitárost. Utána tartunk egy 10-15 perc szünetet, és azt követően Bakondi András fog fellépni, illetve az utolsó fellépő pedig Alf Wilhelm Lundberg Norvégiából. Nem mondtam az előbb a Markus Schlesingert nevét, aki az osztrák vendégünk. Úgyhogy mindenki, aki egy kicsit mélyebb muzsikát, aki egy kicsit könnyedebb muzsikát akar hallani, jól fog szórakozni, mert hogy megtalálja mindezt a mai programban. Hogy ne felejtsem el a legvégén, mert azt mondják, hogy ebben a korban hajlamos az ember rá. Szeretném megköszönni a háznak, hogy befogadta ezt az intézményt, és mindazoknak az embereknek, akik támogatták akár bármivel is ezt a koncertet, és ugye kötelességünk külön kiemelni a Nemzeti Kulturális Alapot, aki anyagilag tette lehetővé, hogy ez itt Törökszentmiklóson létrejöjjön. Úgyhogy előre köszönöm a figyelmet, örülök, hogy úgymond teltház van, és akkor színpadra szólítom Stelli Pétert és Szombati Zoltánt. Fogadják szeretettel!